Vagy odaadom az alapanyagot, azt eldobott te a... Nem, gyere, eldobom mindenkit a cuccot. Sziasztok, Csészélak vagyok, ez itt a Status Factory. Közben itt nagyon már benne vagyunk itt a dolgokban, és csak dobok ilyet is. Így jó? Minden jó. Na. Oké. Okay. Ne felejtsetek el feliratkozni, ne maradjatok le a folytatásról, illetve ha ide feliratkoztál már, légy szíves, a Twitch-re is iratkozz fel, hogy ott is tudjak videózni és támogatni titeket különböző dolgokkal. Előző részben csigákat vadásztunk, bemutattuk, hogyan kell megkeresgetni őket, illetve fejlődött tovább a gyárunk, egyre nagyobb és fejlettebb lesz. Most pedig az űrlifttel szenvedünk, valamiért piros. Benne vagyok. Jaj, benne vagy. Hatalmas ez az építmény, hatalmas. Ráfér a izér az alapra? Arról nem tudom, látod, hogy lelóg. Mint az állat. Nem fér rá. Nem fér rá, még erre bővíteni kell, Gabi. Erre felén bővítened kell. És akkor rá fog férni. Így még mindig nem jó. Itt bőven jó. Itt most nagyon bevitted. Még egy kicsit hozhatod hátrébb. Az már sok. Egyel vissza. Sok lett. Nagyon sok. Most a jó. Akkor leraktam. Kicsit itt-ott lelóg a lába, de majd... De érdekes, hát akkora betár építmény, mint a fene. Úristen, dobáldám az agyagot bele. Hatalmas cucc. Most landolt az űrliftünk. És még nincs vége. Most jön a lényeg. Érkezik hozzá a cső. Ugye eddig a hubból repült föl a kis repülőgépünk, és abból küldtük föl igazából a központba az anyagot. Most már majd az űrlifttel is tudunk majd operálni és felküldeni. Kaptuk egy csövet az égből, mindjárt kapunk bele, akaszkodnak, megfogják, és jön a cső, jön a cső. Yeah! Csatlakoztunk az űrhajóhoz fönt. Nagyon király. Betű, csinálok is egy fotót. Úristen, nem fér Gabi bele. Hova menjek fotózni? Hát nem fér bele a képbe. Isten, hatalmas. Hatalmas űrlift. Át nem bírom belerakni az egészet, csak valahogy így. Hát akkor álljál ide alá, és így fölfelé fotózz. Alulról fölfelé? Nem tudom, hogy belefér-e. Próbáld ki. Jó, nagyon ügyesen leraktuk, mert milyen? A másik van a kezelőszerve. Nem érdekes, nem sűrűn kezeljük úgyse, úgyhogy... Jó, csinálok így egy fog. Ja, megérdezik. Igazán, de úgyis csak elég ránézni, de... Így van, annyira nem lényeges rajz. Van azért, valahogy bele tudom adni az ját is. Jó, lesz egy ilyen fotónk. Na, hát megvan az űrliftünk. Megyek akkor egyszerűen a másik végére, bemutatom azt a kezelőszervet. Itt is van kezelőszerve. És akkor itt mutatja, hogy ilyen okos lemezt, 50-et kell legyártanunk és beleraknunk, és utána föl lehet küldeni, és akkor ezzel kapunk... Úgy nyitjuk ki a következő fejlesztést. Igen. 50 szint 3 és szint 4. Ezek fognak a hubba feloldódni. Jó. Oké. Szuper, Gavi. Szuper lett. Nagyon jó lett. Vannak befolyó csövei. Lehet látni, hogy több cső van. Erről is van 3, meg amarról is van 3. Igen, végülis Gabi, elforgattad ezt, mert a befolyó csöveket a bázis felé. Ja, de nem, mert itt van. Jó, nem baj, mert ott a befolyó cső, ott van arra. Jó, akkor nem lett ez rossz, Gabi. Jó lett ez. Hatalmas így. Hatalmas építmény. Megnézzük a hubot, hogy most a hubba kaptunk-e fejlesztést, mert az űrlift volt a lényeg, hogy az űrliftet rakjuk le, akkor fog beadni nekünk újdonságot. És nem,
Ja, hogy be kell fejezni az űrlift első szintjét. Csinálni a küldetést. Igen, tehát az okos lemezt le kell gyártani. Addig nem tud tovább menni. Jó. Én folytatom a gyárat. Úgy folytatom a gyárat, hogy veszek 5 szemetet magamhoz. Bejut bírtad üzemelni amott is a gyárat? Ott nem egy gyárat, működik amott. Működik? Akkor azt mindjárt megnézzük. Itt... van egy olyan problématikám. Ez itt nem lett bekötve. De... a... igen, ezt kikapcsoltam. Csak bekapcsolhatjuk. Ez vasöntvény. Hát mondjuk ez is vasöntvény, de ja, ez be is van. Megvan az áram. Megyünk idáig. Jó, ezt... ezt szándékosan nem is indítottam be, ezt le akarom állítani teljesen szedni. Ez például nem kell ide. Nincs van szedve. Jó, pontjuk. Ez már nem kell. Valamit is nézhetjem. De is hosszönt. Jó, oké. Ezeknek még áram problémájuk van, de még osztokban le lett rakva, csak az nem lett megkötve. Főáram köröm itt van most már. Száram. Van egy szél. Jó, akkor innen letomáltoztatom. De... innen pedig. Ebbe. Jó, ez most már dolgozik. Az a kohó, az kevés az a kohó. Oda 2 kohót kell rakni. Ide pedig vezetéket kéne megoldanom, de most már veszek egy cementet. Ha onnan lopott kapja áramot, oké. Okay. Az egyik kalóról loptam. Igen, nem baj, jó volt az. Jó. Itt... nem. És akkor itt pedig úgy van, hogy drótot kellene gyártanom. Ja, nincsen cementem, megkapuszlom. Ez pedig majd ezt fogja. De csak egyszer. Van. Van kötve.
Ja, hogy ez már tele van, azért nem dolgozik. Értem. Értem. Ez nincs bekötve. Aha, ez nincs bekötve. Oké. De, és akkor innen fogjuk. Oda, innen. Jó, oké. Ez nem. Ezek azért nem dolgoznak, mert ezek már megteltek, nincs raktár hozzájuk. Hát lehet, hogy most csak raktárat rakok le ide. Egyelőre nincs más, amit kellene gyártani. Utószalag elosztó, egyesítő, ez kell. Beépítem ezt a kis sziklát is. Itt vagy, Gabi? Igen. Csöndbe lettél hirtelen. Mi a helyzet? Le kell gyártani ezt a lemezt. Az okos lemezt. Nagyon jó, érkezik a bút. Elosztó egy kicsit. Nincs lemeze. Nem, és azt nem tudom, hogy lemez gyártuk-e valahol egyáltalán. Sem. Tudatgyár. Csavargyár. Lehet, hogy lemez nem is gyártok. Gyomasszás. Még lemez nem gyártok. Nem volt egy másik kóhó, amiben nem kötöttél semmit. Micsoda? Ott van itt még, várjál, van itt még három. Az a gáz, hogy most elfelejtett a lemezem. Tudok csinálni szét. Lehet, hogy átállítom lemezbe. Nincs vettem el a rotációt. Azt átállítottam lemezre, mert ottam bele. Nézzük az áram termelésünk, hogy most látjuk. Kapacitás 280, ebből 100-at használunk. Ne, 80-at használunk, jó. Szerintem elegendő a kapacitás az áramból most. Egyre nagyobb a bázis, egyre többet kell kocogni. Igen. Az a probléma, hogy ide kéne még egy kohó, akkor onnan lehetne elkezdeni erre az acélgyártást. Akkor ott már összeszerelővel eleve megcsinálni a fejlesztett acélt egészben. Erősített acélt. Az összeszerelő. Ezt fogjuk berakni. Hát ide 8-asnak meg. Itt 8. Azt is tudunk. Ezt tudjuk. Az emelőt odaraktam. Ezt lehet, nem ide kellene. Csendjen le. Itt legyenek a futószallag, sőt a futószallag elosztó, azok is itt legyen. Ramona, el is tűnik. Nem tűnik el? Nem tűnik. Akkor nem. Oké, ezeket a falakat nem gyártunk még. Biomassa generátor. Jó. Egyelőre ennyit tudok. Kellene egy
erősítő helyet elosztó. Jöttem nekem nem ezt. Köszönöm. Nem tudom, mit akartam. Ja, ezt akartam. Ide. Ide pedig egy. Ujjaj, ujjaj, úrba lesz egy cikla. Nem baj, egy cikla. Ujjaj, nem biztos, hogy bebírom a forgat. Áh! Bebírtam. Oké. Babi, drótot és vezetéket is gyártunk raktárra. Fair. Jó, azt már gyártunk. A cég megcsinálom, ide kell, akkor még egy kó. Hol lehet ez lábon álló kohó lesz? Cikla tetejére rárakom. És akkor ebből a bányából kell egy osztatás. Egyesítő helyet elosztó. Gabi, mit tudászott? Fejlesztést. Összeszerelő? Igen. De mit akarsz ott összeszerelni? Basszus. Ennek a lerakása az is kellett, az a vacak. Hát az okos lemezt a... Jaj, értelek, hogy itt gyártod majd az okos lemezt, jó? Legyen, aztán szétszedem csak annyira, hogy... Persze, értelek. Csak amit kiszámoltam, most kevés lett. Ja. Igen, és a izét kell még megcsinálnom. Na mindegy. Nincs lemezem. Most dobtam ki belőle. Oh. Aljas, aljas. Én voltam a gyorsabb. Igen. Nekem van levelem. Gyártson meg a fából is. Na, úgy. Csak. Több fá. Nincs. Nem sokat hosszalagot most nem fog húzni. Ez
gátlódik. Néz az ömlék, ide tudnék még egy gyárat lerakni, de még ez a két gyár is szinte túlterhel minket. Hát, se lemezem se. Rovar van nálam rengeteg. Már kéne egy raktárat fölhúzni. Rovar nem. Nem fog gyártani. Azt hiszem 500, amit bele tud gyártani. Aha, igen, csak az a baj, nálam is van vagy 500. És nem tudok csinálni. Nincs lemez. Hát akkor vasöntvényből manuálisan vaslemezt lehet gyártani. Nem, manuális azon. Áh, nem jó. Jaj, nem jót raktam le. Melosztó kell ide. Egyesít. Jön. Ja, akkor majd csinálunk még itt fabrikátort. A fabrikátort tudok gyártani, ahhoz nem kell a megerősített lemez, az megvan. Hozzáll, hozzáll távol, ez nagyon közel lesz. Nem jó, ez nagyon közel. Jaj, nem jól csináltam. Persze, már tudom, hogy miért raktam le azt a... elosztó. Csak jót raktam én le. Elosztó kell ide, és csak egy párja. Ezt fog majd két fabrikátorra elosztódni. Jó van. Vágom már, mit csinálok. Az néha nem árt. De lenne annyi lemezem lenne, hogy be tudjam kötni. Jó, jó, kap egy oszlopot. Áramot meg valahogy van. Már tele van. Már az is tele van. Szabadultam a nyersanyagtól is. Oké. Sőt, van egy olyan problematikám, hogy itt van még egy fok. Szabadon van. Azt kellett volna ebbe. Anya kínját, hogy három fémlemez a kínja. Ez a két hó, ez még majd elég.
Úristen, így, hogy egy kohó kettő fabrikátot gyárt, vagy lát el, itt sokkal-sokkal több cuccot tudunk összehozni. Gabi, mi kell a izéhez? A megerősített lemezhez, a sima lemezen kívül. Csavar. Csavar kell hozzá? Megerősített lemezhez, lemez és csavar. Ha? Meg kell megoldani. De az összeszerelő kell, mi? Ahhoz már összeszerelő kell, igen. Az kettőből rak össze egyet. Azt mondja, hogy 8-as. Ah, és kell hozzá megerősített lemez, hogy lerakja egy összeszerelőt, ami gyártja megerősített lemez. Keveset. Nekem is a problémám, hogy kiszámoltam mennyi kell, csak... Ha, figyelj csak, három fabrikátot gyárt most már lemezt, hogy ne csak egybe keres. Jó. De úgy egymás mellett van három, amelyik lemezt csinálom, és kivettem mindegyikből. Illetve ez biomassa, még gyártja csavar. Ez gyártja csavar. Ja, csavarom rengeteg. Kézeket gyártsak azért. Kézeket gyártsak. Lemezt. Lemezt. Tudja. Ért. Csavarhoz kéne lerakni egy raktárat, mert rengeteg csavar van nálam, és azt szerintem neked meg kellene, nem? Mennyi van nálam? Alkalomattán vettem fel én is. Az mi kell hozzá? Forgórész kell hozzá, Gabi. Basszus. Ahhoz is csavar kell. Az nem baj, az van nálam, csak nem csináltam forgót. Hol vagy? Itt vagy. Ó, 38-ot. Gyártam. Jó van. Oké. Okay. Jó, itt szalad egy Gábor. Amit az elején leraktunk bio... Azokat felszedheted és bekötheted ide az áramba. Biogenerátor. Rakjál le oszlopokat, minél több oszlopot tegyél le. Minél jobban tudjuk ágasztatni a rendszert, és itt is úgy van, látod, hogy minden oszlop be van kötve egy izéhez. Jó, látom. Ezekből tudsz leágasztatni. Csak amarra is, hogyha viszed az áramot, akkor ágasztass le, minél több oszlopot tegyél le, hogy minél több fele tudjuk vinni az áramot. Amarra voltam kíváncsi, hogy azok átköltöznek, vagy azok meg nem, lesznek. Nem, azok már bontásra vannak. Na, ott tartottam, hogy összeszerelőt szeretném már végre lerakni. Nem tudom, hogy van lebontom. Úgyis elég sok áram lesz a lebontó. Mi kell a izéhez? A forgórészt akarok gyártani, ahhoz rúd és csavar kell. Utasom az ott van fel. Ez gyártja a csavar. Ja, ezt nem kötöttem össze, bocsánat.
megy a csavar, és itt még tudnak kijönni csavar. Ez már biomasszás. Tehát itt kijön a csavar. És most már a rudasat kéne megnézni, hogy a rudasat meg ott jártok. Amiből csavar lesz, akkor kell még egy, ami rudat gyárt. Akkor ezt átjárjukra. Igen, és akkor ide lehetne még egy összeszerelőt lerakni. Valahova erről. Mert ott ki tudom hozni a csavart. De meg kellene neki egy rakta. De ahogy... Na, hol a raktára? Yes. Jó. Igen, most már csak árapja. Rakok posztokot, és akkor két összeszerelőt rá is tudok. De. Igen, és rárakod. Ó, özönlik be fel a csavar meg a lemez. Ágabugába megoldom a izét. Nincs több megerősítés. Gyártottál? Ó, már hármat is gyártottam. Ugye lerakjuk egyet. Nem tudom ide rakni. Jól van, bajusz vele. Akkor akarok forgó részt, akarok ahhoz csavar meg rúd kell. Csavar az kifele. Igen. És akkor a rudat pedig ott hozom ki. Hozom ki, ide kap egy raktárat. Na, még 10 perc, mire elkészül a szokos lemez. Akkor ide pedig kell egy... nem egyesítő, hanem elosztó. Onnan. Onnan. Ó, oh, ezzel raktam a raktára. Ja, nem, ezt raktam szóval. Egy olyan tükköt, hogy fölvisszük ezt a... Így, és akkor a rudat el, hova vigyem, hova vigyem.
Megcsináltam! Ott megy a rút fölfele. Megy a rút fölfele. Oda bele, és akkor a forgó részt is gyártjuk. Ja, macskára kéne. Csavar. Micsoda? Ó, sok csavar kell hozzá. Igen. De meg lemez se kap annyi csavart, amennyit kéne. Betkap. Lemeztet kap eleget. Aha. Jó, ennek csak egyenre rakok egy raktárat, aztán egyenlőre egész jól állunk. Mi nem csatlakoztatott bele? De mit akartál itt csinálni? Nem tudom, hol vagy? Batériumnál, itt jön egy szalag, egy darab. Igen, igen, azt el akartam vezetni erre, mert ugye annak is kéne egy kohót csinálni, meg fabrikátort, meg mindent. Tehát azt el kéne vezetni teljesen a bázisig. És akkor abból azt is elkezdeni gyártani rendesen kohóba mindenbe. Csak annyit csinálj már meg, ha ott vagy, akkor azokból a lerakott bányákból dobáld már bele a konténerbe. Akkor én most elhoztam. Dolgozzanak. Micsoda? Azt most elhoztam. Mit hoztál el? Ha el kell menni érte, akkor úgyis... Mindegy, hogy szalagon jön, vagy én hozom vissza. Hát csak úgy akartam automatizálni, hogy lerakom. Amit mondtam neked, hogy lerakunk oda egy 10 bányát, és akkor csak a konténerbe kell beledobálni, nem kell neked elhozni a kohóba. A mennyiség. Nem, a kohóba nem is tudod belerakni, tehát hiába hozol el 4-500-at, csak 100-at tudsz a kohóba rakni. Van itt egyébként olyan kohó, amelyik nem dolgozik, azokat esetleg beüzemelheted, hogy kiolvasszák. Beüzemeltem. Mindjárt jövök. Jó, akkor gyártjuk a vezetéket, ródot. Mit nem gyártunk még? Kicsit kacifántos maig a gyárunk, rendesen. Visszatértem. Visszatértél. Ja, közben manuálisan feldolgoztam az öntvényeket. Kiosztottam a munkát addig. Ja, rányomtad a izét? Az öntvényből az ércet. Aha. Vagy fordítva. Ha.
Ja. Ó, teljesítettük az első fázist. Rögtön a cuccot. Jaj, nem, nem az, ez még a katériumból volt, most már tudunk gyors húzalt csinálni. Ja, még a izében nem tetszett. Ez is volt. Nem, azt majd megmutatom. Jó, azt mutasd meg, 44-nél tart az okos lemez. Belenézel, ja, azért mondom, abba belenézel, látod, hogy hogy áll a... Aha, 44-nél tart. Bel is raktál pont annyit, hogy elég legyen. Ha? Igen, azt kiszámoltam, kézben nem gyártottam le többet. Szuper. A nagyon sok csavar kell hozzá, aztán az már kicsit olyan... túl sok. Gabi, az a kérdés... Az nem kérdés. Igen. Hát még van kettő kó, amit be kéne üzemelni. Mármint? Mi kell hozzá? Van olyan, amelyik csak most lemez gyárt? Ami ezt elvittem. Hát ezt a két kohót egyszerűen csak bekötöd most ebbe a cuccba. Azt hogy ezt a két pohót ezt be kéne ittatni ebbe a rendszerbe. Akkor ezek is ide nyomják az anyagot. Lehet, hogy átkötögetem ezeket, mert ez az egy pohó két fabrikátor gyárt állát el. Nagyon, nagyon lassan halad a termelés. Nagyon nincs benne elég anyag. Leállnak, néha leáll ajszél. Termelés. Annyit, amennyi kéne. Aha. Nem kap annyit, amennyit kell dolgozni. Egy kicsit átfagyálom. Maradnálom. Mennyit csinálok, hogy ezt egyenesben töpöm, és akkor ezt is. Megszüntetem, és akkor egy az egybe kötöm be őket. Halad a dolog. Ó, hát ilyen. Na. Jó, mert itt még mindig van egy bánya helyem, és van még két sor helyem, ahova még két vizét be tudok rakni. Még két valami vasöntvényes dolgot. Itt mi a baj? Mivel pedig nem ezzel? Ringolom. Azt mondod, a csavarra lesz a gond. A basszus. Csavarok itt állnak egyekben, azt nem bírnak vele. Mert akkor nem kap a másikból. Nincs áram.
Ó, várjál, már nincs áram. Ezt nem kötöttem be áramba. Bakker. Jó van, oké. Okay. Én vagyok a hülye. É. Már értem, miért nem gyárt. Nem kötöttem be. Na, most már gyártja. Jó van, nem is volt rakta el a forgó. Okay. Jó, hát szerintem vaslemezt nyugodtan gyárthatunk még. Azt mondja, akkor kezdjük úgy, hogy a bánya. Ez se robotom, se lemezem. Figyelj csak, csináltál pohóta izének? Ennek a katérium ércnek, hogy kiégessen? Nem, nem gyártottam. Hoztam még bányát. Vagy ilyen kis fúrót. És aztán megyek, folytatom az talag. Figyelj csak, akkor én oda a bázisnak a végébe, ahol az elektromos generátorok ott véget érnek, oda én lerakok egy izét, lerakok egy pohót, majd oda vezess már be a kritériumot. Jó, mert én nekem le kell raknom magamtól, mert csak nem félek tőle. És akkor nem csinálok más, csak egy izét. Meg egy ilyen izét. Hé. Hey. Akkor szallag. Lerakom ide a raktárába a nyerset is. Vízérc is van nálam. Jó, ezt leraktam, de ez most elkezdte gyártani ezt a húzalt, ezt a kitériumból, ezt a sárga vackot. Jó, még mindig. Nálam mindjárt el, hogy azt még... Ó, még milyen messze vagyok. Ó, 400 cementet vettem föl, Gabi. 400-at. Abból, amit leraktam a húzba. Lassan termel ennyi. Aha. Kell vigyem. Ott már látni fogod, mert leraktam oda egyszer. Jó, látom. És merről van a bejárata? Jó, ott a bejárata.
tartanak. Mert rakok le, akkor fogok csapni. Ennyi vas lemez hiányzik, hogy befejezzem. Egy vaslemez kellett volna még, hogy összebírjam kötni. Hú, de cicakos lett, azt a durva. Nagyon jó megcsináltad. Miért nem jó? Ott egy kicsit túlemelted. Az előtte való szinthez képest egy kicsit följebb emelted. Kanyarba jöttél? Ja, kanyarba jött. Kavi balszeg, mint az ökörbigazás. Nem baj, jó ez, tök mindegy. Immel. Na mi van? Nincs elég anyagod? Nem. Tessék. Nekem kihúztam. Ja, ezt nem emeltem olyan magasra. Ezt az oszlopot. Nem baj, nem ideges. Ott már jó egy adagot látom. Látom, milyen gyorsan jön, mi? Az okos lemez kész van-e? Ja, nem néztem. Szerintem elkészült. Lerakhatod a... Ugye szerintem az áram ellátást, mert ugye leállnak basszus. Egy kicsit nagyobb üzemben használjuk a cuccost. Azt mondja, hogy 220-at termelünk és 141 a fogyasztásunk. Na nézzük ezt a... óriás két cuccost, hogy... Most meg a gépce. No, tehát mindegy, hogy hova megyünk, nem kell a kezelőszerfhez hozzámenni, ugye be kell tölteni a... Igen, és akkor a szélhez kell lehúzni. Hát először csak bezárod a konténert, amikor az bezárta, akkor tudod tovább küldeni. Csúzli! Meghúzzuk. Lőtt a panelt, vagy ezt a platformot. Elküldtük. Király. Na, ez is megvan. Jó, jöhet többi fejlesztés, mert most már megkaptuk a tovább fejlesztést. Jövök, kilopok egy cementet. Nézzük, mit lehet fejleszteni. Kaptunk két újabb rublikát. Itt lesz a csővezeték, szénerőmű, szivattyú, csővezeték. Na ez lesz, Gabi, a következő. Akkor a következő videóban majd a ezével fogunk foglalkozni, akkor szénerőművel. Ez lesz a következő fejlesztésünk. Megnézem addig, hogy vannak itt járművek, vannak itt öntöde. Meg lesz most már az öntöde is, az nagyon jó. Azt mondja, hogy fejlett acélgyártás, egy kicsit tovább fejlődik ez a részleg is. Itt a saját védelmünk és készleteink fognak nőni. A hipertranszporter cső! Ez egy szállító cső emberek számára, amivel bele lehet szállni, és akkor ki lehet lőni. Na, ezt nem próbáltuk még ki. Illetve logisztikai fejlesztésben van itt energiatároló, ipari tároló konténer, egy kicsit nagyobb mennyiséget tárolni, illetve már az MK3-as szintű
cuccok vannak, az már nagyon fejlett. Ki? Micsoda? Kettest sem fejlesztettük ki. Igen, mert itt van a kettes. Itt van a kettes, ezt átugrottuk. Úgyhogy én maradok a szénenergiánál. Az lenne a következő, akkor, hogy azt megcsináljuk. Jó. Hú, most aztán van feladatunk bőven ott jobb oldal, csak úgy sorakoznak a tételek. Amik kelleni fognak. Igen, mert az okos lemezt azt még gyártjuk egy darabig. A forgót. A forgórészt már gyártjuk, a izét is gyártjuk, a megerősítettet is gyártjuk, meg a drótot is gyártjuk. Az alsó rész az gyártva van. Már ki. A felső rész az, amit kell majd gyártani. Tehát ezeket az összeszerelőket, amiket most összeraktunk, ezeket kell majd még tovább vezetni, és még több dolgot készíteni belőlük. Illetve egy kicsit hatékonyabbá tenni a műveletet, mert elég lassan készülnek a dolgok most. Jó, hát vannak félkész dolgok, de egyelőre most elbúcsúzunk, és jövünk vissza a folytatással. Lefotóztam a tornyunkat, az biztos, hogy egy fotónak megteszi. Csinálok még egyet innen messzebbről is a járunkról, hogy most már mennyi mindenünk van. Építeni kell kilátót is, onnan fentről tudsz fotót csinálni. Jaj, tényleg a kilátó. Oké, csinálok egy pár fotót, ne legyen az a problémám, hogy nincsen ilyen fotóm. Ezzel szoktam megszívni. Jó. Köszönjük szépen a figyelmet, Csézélak voltam, ez pedig itt. Stiles Factory. Ne felejtsetek el feliratkozni, köszönjük szépen, hogy végignéztétek a videót. Jövünk vissza a folytatással, egyre több és több mindent mutatunk be, és próbálunk végigmenni a játékon, hogy mik is vannak benne, milyen lehetőségek vannak benne. Azt nem volt, hogy meg kilátót építesz. Nem. Hallgatom, hogy van-e hozzá. Ja. Jó van. Oké. Köszönjük a figyelmet, itt volt velünk Gabi is. Sziasztok. Indegessé szépen a kamerának. Figyeld. Ja, ez a kilátó. Á, le is tudjuk rakni. Ó, de kire is, hogy kezdve fölmenni? Keres egy létrát rajta. Aj, itt egy létrát. Innen lehet aztán nagyot zuhanni és meghalni? Jaj. Igen. Ja, oda nem tudok fölmenni? Tetejére teljesen? Nem. Ja, csak ideig tudok fölmenni. Ó, ez aztán már kép. Na, innen már lehet látni, hogy állunk. Ó! Leestél? Le! Mi történt? Megráztál azzal szarral. Megsokkolt a Gabi, hát ilyet. Öcsém, ez a csávó. Na, a fotó azért sikerült. Már lehet, hogy benne volt a rezgés, hogy megráztak. Na, búcsúzunk. Jó játékot mindenkinek. Ne felejtsetek el feliratkozni. Jövünk vissza a folytatással. Sziasztok!